45 éve ünnepeljük minden október 1-én a Zene Világnapját. Idén a járványhelyzet ellenére is sikerült megszerveznie a Babits Mihály Kulturális Központnak az eseményt. Az aznapi programsorozatot a Szekszárdi Kamarazenekar koncertje zárta a Művészetek Házában. Yehudi Menuhin az ENSZ világtanácsának elnökeként 1975-ben kezdeményezte, hogy október 1-ét a Zene Világnapjává nyilvánítsák. Ez akkor egy nagyon nagy dolog volt, és a legnagyobb dolog pedig az benne, hogy ezt azóta is évről évre megtartjuk. Még most is nagy öröm, hogy itt lehettünk és játszhattunk ezen a napon, hiszen nagyon nehéz körülmények között dolgoznak most úgy a programfelelősök, mint a benne dolgozó zenészek, művészek. Ez egy nagyon szép kezdeményezés, és ezt mindenféleképpen meg kell tartani az idők végezetéig, azt gondolom, és nekünk zenészek számára ez különösen fontos, hiszen nekünk ez a szívügyünk, és ilyenkor szeretnénk átadni, hogy ez mekkora öröm, és milyen csodálatos dolog. Igyekeztünk egy átfogó képet adni, mert ugye a Zene Világnapján annyira sokrétű a zene, annyiféle mű hangzik el ilyenkor egy nap. Igyekeztünk úgy szemezgetni a zeneművekből, hogy minél változatosabb legyen a műsorunk, korszakokon átívelő lehessen, és hát minél szórakoztatóbb és minél felemelőbb legyen, érzelemgazdag legyen. Az est szólistája a 13 éves csellista Szőcs Ármin volt. Ármin nagyon tehetséges fiatal, ő bonyhádi, tehát ő Bonyhádon született, a bonyhádi evangélikus művészeti gimnáziumnak a tanulója. Nagyon tehetséges, 6 éve csellózik, és számos versenyt megnyert már. Játszott már zenekari tagként is közöttünk, most szólistaként kértük föl őt, és nagyon örülünk, hogy elfogadta a kérésünket. Ő meg úgy gondolom, hogy örül annak, hogy velünk együtt játszhatott szólistaként, hiszen ez nagy dolog, hogyha egy fiatal művészt zenekari kísérettel adhatja elő azt, amit megtanult. Bonyhádon tanulok a zeneiskolában, most lesz 7. éve. Azért pont a cselló, mert egyszerűen annyira szépnek tartottam, amikor először a bemutatón meghallottam, hogy ezt jelöltem be, és ezt szerettem volna tanulni. Teljesen jó döntés volt szerintem, mert még mindig nagyon-nagyon szeretem a hangszert, és örülök, hogy ezt választottam. Már játszottam korábban a Szekszárdi Kamarazenekarral, ritkán jut erre lehetőségem, de hogyha jut, akkor nagyon-nagyon szeretek zenekarral együtt játszani. Pestre szeretnék tovább tanulni, a Bartók Konziba, oda készülök, és remélem, hogy sikeres leszek. Szerintem nagyon jó, hogyha az ember tud akármilyen hangszeren, akármennyire is, akármilyen szinten játszani, mert zenét hallgatni egy csodálatos érzés, de hangszeren játszani még jobb. A gyerekek tulajdonképpen nem is tudnak róla, hogy mennyit foglalkoznak zenével. Itt a mi felelősségünk az, hogy ezekből a zenéből, a zenékből, ami egyébként természetszerűleg nagyon sokrétű és sokszínű,
mindenképpen a minőséget választák. De nem feltétlenül kell csak klasszikus zenével foglalkozni, tehát majd a régi szétválasztás, ez a komoly zene, könnyű zene, mindenből a jót kell kiválasztani, a minőséget kell kiválasztani, és azt kell hallgatni, és azzal kell foglalkozni. Kamara zenekar ugye sok-sok éven keresztül egy gyakorlatilag egy megszokott társaság volt, mindig is voltak alaptagok, alapító tagok, és mindig voltak változó tagok benne, tehát nyilván a fiatalabbak, akik elmennek más városba tovább tanulni, tőlük el kell, hogy köszönjünk, illetve most sokan nem tudtak részt venni és eljönni hozzánk, hiszen most sajnos a vírus a mi életünket is nagyban meghatározza, tehát most jóval kevesebben vagyunk, mint egyébként szoktunk játszani a zenekarba. A fiatalabb generáció a munkához való hozzáállást, illetve azt a fajta zeneszeretetet, ami azzal együtt jár, hogy itt ugye amatőr zenekarról beszélünk, itt gyakorlatilag senkinek nem ez a fő munka területe, tehát vannak közöttünk orvosok, tanárok, mérnökök, még olyan is, ugye, akik nem zenével foglalkozó kollégák, és az, hogy mi esténként még utána, a munka után leülünk és dolgozunk, mert azért valljuk be, ez kemény munka is, az mindenféleképpen egy példa a fiatalok számára, hogy amikor a legfáradtabbak, akkor is a zene az első, és az a fontos számunkra.